Köszöntöm Önöket, a minőségi időt látják. Családbarát vállalat díjat hirdet a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom. Az elismerést azok a cégek nyerhetik el, amelyek vállalják, hogy elősegítik a családbarát szemlélet kialakítását, és ezt a szellemiséget a cég mindennapjaiban is megjelenítik. Vendégünk Székely András, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom képviselője. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm. Minek köszönhető az? Szerintem először beszéljünk a jelenségről, aztán majd utána rátérünk a díjra. Szóval minek köszönhető az, hogy Magyarországon egyre kevesebben vállalnak gyereket, illetve kitolódik a gyermekvállalás időszaka. Ebben a munkáltatók milyen szerepet játszanak, vagy a munkahelyek? Hát ez egy nagyon sok komponensű kérdés, tehát nagyon sok tényező van mögötte, amiért ez a helyzet most, hogy a gyerekeket annak ellenére, hogy szeretnénk vállalni, mégse vállaljuk, illetve később vállaljuk őket. És hát ebben az egyik fontos tényező a munkahelynek és a családnak az összeegyeztetése, illetve ennek a nehézsége. Hát most ugye a Családbarát Munkahely címén ugye ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy hogyan lehet összeegyeztetni. És nem csak a nők számára, tehát nagyon fontos, hogy azért itt ne felejtsük el, hogy nem csak nőkről, nem férfiakról, apákról is van szó, akiknek szintén ott van a család, nem olyan módon teljesen, mint egy édesanyának, de azért nekik is fontos feladatuk van, tehát nagyon fontos, hogy egy munkahely azért mindenképpen mindkét nemre odafigyeljen. Valamint ide tartozik még egy kicsit az is, hogy gondolni kell azokra is, akiknek még nincsen családjuk, és hogyha a munkahely teljesen leköt valakit, és nem enged neki igazából magánéletet, akkor ugye az a későbbi családalapítást is megnézíti, tehát azért ez egy elég komplex kérdés. Tehát a munkáltatók részéről túlzottan magasak az elvárások a munkavállalókkal szemben, és ezért félnek adott esetben gyermeket vállalni a fiatalok? Ez a munkavállalók részéről is van azért, tehát ez nem csak a munkáltatók részéről. Nagyon fontos, hogy a munkáltatók lehetővé tegyék azt, hogy a munkavállalók családot is, hogy mondjam, fenntartsanak a munkahely mellett, úgyhogy ez közben a munkájukat ne hátráltassa, mert ez lehetséges. Tehát azok az úgynevezett atipikus munkahelyek, amik Magyarországon még nem igazán jellemzőek, például a távmunka, vagy a részmunkaidő és a rugalmas részmunkaidő, az még igencsak korlátozottan van Magyarországon, a fejlett országok közül a legutolsóbb között vagyunk ennek az arányában. Tehát nagyon fontos lenne, hogy lehetővé tegyék azt a munkaadók, hogy a munkavállaló tényleg eldönthesse azt, hogy azt a munkát, amit ő el fogja végezni, mert ő is el akarja. Tehát ez a munkáltató részéről a legfontosabb rész, hogy meglegyen a bizalom, hogy ezzel a lehetőséggel nem visszaélnek. De hát ugye meg kéne adni a lehetőséget annak, akinek családja van, hogy valamilyen módon összeegyeztesse, és esetleg ne 8-tól 9-ig végezze el azt a munkát, amit este 8-tól 9-ig is el tud végezni otthon például. Akkor adódik ebből a kérdés, hogy mitől lesz családbarát egy munkahely? Milyen ismérvek kellenek ahhoz, hogy azt mondhassuk egy munkahelyre, hogy ők bizony elkötelezettek a család intézménye mellett? Nagyon sok minden van ebben. Tehát benne van egyrészt az, hogy ami azért sok helyen van, még hát én is emlékszem gyerekkoromban, ezek a munkahelyi ünnepségek, azok is sokat számítanak, hogy a gyerekek, a család bemehessen különböző alkalmakkor a munkahelyre, láthassa, hogy milyen az a munkahely, hogy tudják, hogy hova megy el az anya, apa napközben dolgozni. Nagyon fontos, hogy ez is ott legyen. Meg hát természetesen az is fontos, hogy a házastársunk hova megy, hogy így mi beláthassunk. Tehát ez is az egyik része. A másik része az tényleg a munka körülmények, hogy mennyire lehetséges ez az összeegyeztetés, mennyire teszi lehetővé alapvetően a munkahely azt, hogy a családi feladataimat is ellássam, feltételezve, hogy a munkahelyi feladataimat is ellátom. Ez azért nagyon különbözik a munkastílusából, a munka jellegéből adódóan, tehát mondjuk egy pénztáros számára teljesen mások a lehetőségek, mint mondjuk egy könyvelő számára, aki úgy azért egy kicsit rugalmasabban tudja a munkaidejét kezelni. Tehát természetesen ezt is figyelembe kell venni. És ami az egyik legfontosabb tényező lenne az, hogy a hangulat, ami nagyon meghatározó, mind a munkahely, a munkáltatók részéről, tehát a munkahelynek a vezetőinek a részéről, valamint tehát a kollégák részéről is. Tehát, hogy érezzék azt a családosok, hogy azzal, hogy ők látszólag kedvezményt kapnak, igazából nem kedvezményt kapnak, hanem egy olyan egyeztetésről van szó, ahol ők meg tudják állni a helyüket minden pozícióban. Ez nem egy kedvezmény, hanem az ő élethelyzetük, amihez a munkahely is hajlandó alkalmazkodni, azért, hogy ezzel mindenki jól járjon. Mert ez igazából mindenkinek nyereség.
Ugye most elsősorban a munkaadókról beszélünk. A munkavállalók részéről mennyiben kellene megváltoztatni a gondolkodást, vagy mennyiben kellene átalakítani az ő gondolkodásmódjukat? Nem, az egyik fontos tényleg ez a kollégák közötti viszony. Tehát nagyon fontos az, hogy hogyan nézünk egymásra, hogyan nézünk arra, aki a gyerekével is foglalkozik valamilyen módon, abban az időben, amikor én a munkámmal foglalkozom. Tehát nagyon fontos ez a kollegiális viszony. Másrészt a munkavállalók részéről is nagyon fontos, hogy én azt az elvet vallom, hogy az nagyon jó, ha az ember segítséget kér, de akkor kérjen csak segítséget, amikor szüksége van rá. De akkor meg nyugodtan. Na most itt is úgy érzem, hogy a munkavállalók részéről arra van szükség, hogy éljenek a lehetőségeikkel, próbáljanak kiharcolni maguknak lehetőséget, de csak annyit, amennyire ténylegesen szükségük van. Tehát ne várja el azt egy munkavállaló se, hogy rendszeresen csak 10-re ér be, és 2-kor megy el, mert hogy a gyerekének különböző problémái vannak, és emiatt, vagy ennek ellenére ugyanúgy kapjon 8 óráért fizetést, mint a többiek, akik ledolgozzák a 8 órát. Tehát ez egy irreális elvárás lenne a munkavállaló részéről. Mondja azt, hogy igen, én 10-től 2-ig tudok csak bent lenni, de akkor azt a másik 4 órát valamilyen formában ledolgozom, vagy csak akkor fogadja el, hogy fele annyi munkáért kap pénzt. Tehát, hogy azért a munkavállaló részéről is kell az, hogy ne kihasználja a lehetőséget, hanem ő is éljen a lehetőségekkel, de csak addig, ameddig az tényleg tisztességes. Ennek a szemléletmódnak a megváltoztatását, formálását önök hogyan tudják segíteni? Hát alapvetően azt szeretnénk elérni, hogy ez a családbarát munkahely, ez egy olyan cím legyen, amire büszkék a munkaadók, büszkék a munkahelyek. Tehát, hogy ahogy régen kint volt, nem tudom, hogy most van-e még, ugye vidéken ez a tiszta udvar, rendes ház, amit nem tudom, hogyan lehetett kérdemelni, aztán az önkormányzat, illetve akkor még a tanácstól, hogy itt is lehessen mondjuk egy ilyen tábla, hogy ez egy családbarát munkahely, hogy az emberek lássák, hogy igen, ez a munkahely, ahol különböző paramétereknek megfelel, ahol a munkavállalónak a család élete az nem szenved feleslegesen sok hátrányt, mert hát mindenképpen összeütközés van a munkahely és a munkavállaló között, tehát ezt nem lehet megszüntetni, de hogy ez egy szükséges mértéknél ne legyen nagyobb. És mi azt szeretnénk elérni, hogy igazából ez ne egy kényszer legyen, hanem illetve ne egy külső kényszer legyen, hanem egy belső kényszer legyen a munkavállalók részéről is, hogy érezzék azt, hogy ez fontos, hogy ők erre büszkék lehessenek, hogy mondhassák, hogy mi megkaptuk ezt a címet. De egyébként szaporodnak a családbarát munkahelyek? Több van belőlük mondjuk, mint 10 éve? Szaporodnak, mindenképpen szaporodnak. Tehát ez is egy olyan fajta jelenség, ami Nyugat-Európából halad felénk, tehát főleg a multiknál is megfigyelhető, hogy egyre inkább tesznek ezért. Ez szorosan összefügg azzal, hogy a munkatörvénykönyve most már előírja, hogy a stresszmentes munkahelynek a biztosítása kötelező, tehát hogy a munkahelyi kockázatok közé beletartozik a pszichoszociális kockázat, ami ugye a stressz, és az a stresszes állapot, hogy a munkámat és a családomat össze tudom egyeztetni, azért ez egy nagyon komoly problémát okozhat. És tudják, de többen főleg mondom ezek a nagy cégek, hogy igen, tenni kell, ezért meg kell hozni azokat a lépéseket, meg kell adni azokat a lehetőségeket, hogy ez a fajta stressz, ez csökkenjen. Tehát a nagy cégeknél mindenképpen, és hát a kicsik között is azért megjelenik. Nagyon sok tényezője van, tehát ez nem csupán arról szól, hogy most én elhatározom, mert mögött azért van nagyon sok gazdasági szabályozó is az, hogy a törvények mennyire teszik lehetővé a rugalmasságot, hogy milyen pluszköltségei vannak, mert ez egy nagyon komoly probléma, hogy milyen pluszköltségei vannak egy munkaadónak akkor, ha például kisgyerekes anyákat alkalmaz, vagy olyanokat, akik később elmennek szülni. Tehát ezek sajnos olyan szabályozók, amiket úgy kell alakítani, hogy ne legyenek hátrányba azok, akik bevállalják ezt. Magyarországon így alakulnak ezek a szabályozások? Hát azt mondom, hogy még vannak olyan szabályok, amik nem igazán támogatják azt, hogy olyan nőket alkalmazzanak a munkaadók, akik aztán később el akarnak menni, akikről gyanítható, hogy később el akarnak menni szülni. Hát egy 20 éves nőnél ez elvileg bármikor bekövetkezhet, ami egy nagyon jó dolog, és ezért úgy kéne a szabályoknak is pontosan lenniük. Én nem vagyok annyira otthon, hogy pontosan tudjam, de tudom, hogy azért vannak olyan szabályok, amik egy kicsit ezt megnehezítik. De a mindennapi gyakorlat is megnehezíti. Tehát De történtek intézkedések, amelyek a család intézményét védik?
Történnek folyamatosan, tehát haladunk ebbe az irányba, nem lehet egyik pillanatra a másikra mindent megváltoztatni, meg megváltoztatnak valamit, akkor azért kiderül, hogy ez így most már jobb, de itt maradt egy másik probléma, vagy egy változáshoz egy másik problémát, tehát ezért mindenképpen egy hosszú folyamat. Én nagyon fontosnak tartom, hogy ebbe az irányba haladunk, és én nagyon remélem, hogy el is fogunk oda jutni, hogy ez tényleg így rendben legyen. De nagyon fontos, hogy itt is a, például a gyerekvállalásnál, hogy a munkavállalók, illetve hát akkor már mondjuk így a gyerekes szülők is csak annyira használják ki ezt a lehetőséget, amennyire szükséges. Ugye? Tehát a magyar családtámogatási rendszert érik vádak amiatt, hogy túlzottan otthon kényszeríti az anyákat. Tehát erre egyébként most nagyon komoly változtatás volt, hogy nem kell, tehát lehet dolgozni a támogatások mellett, illetve az, hogy ezeket föl lehet venni előbb, tehát hogy nincsenek a nők otthonra kényszerítve, mert gyakori probléma volt, hogy valaki mondjuk tényleg elmegy 3-4-5 évre, ha több gyereket is vállal, és az alatt kiesik a munkából, tehát nagyon nehéz visszavenni egy olyat, akinek már 5 évvel ezelőtti tapasztalata van csak. Itt meg az édesanyáknak a feladata lenne, hogy ők is hajtsák, hogy egy kicsit úgy kövessék azt, hogy hogyan változnak a dolgok, hogy amikor visszakerülnek, akkor ne kelljen őket újra betanítani. Tehát ez mindenképp egy két oldalú dolog, nem csak a munkát. Egyébként önök ebben is segítenek a munkavilágába való visszailleszkedésben? Olyan szempontból segítünk, hogy van ez a balansz.hu. Nemrég indult, ugye? Igen, nemrég indult ez az oldalunk, ahol tanácsokat, ötleteket, javaslatokat, gondolatokat adunk mind a munkaadóknak, mind a munkavállalóknak. Tehát azzal kapcsolatban, hogy mit érdemes tenni, mit szabad tenni, mit nem szabad tenni. Pont azért, hogy egyrészt mindenki megtalálja azt az információt, ami őt érdekli, másrészt, hogy mindkét fél megnézhesse, hogy milyen problémái vannak a másik oldalnak. Tehát addig, amíg csak a munkáltató mondja maga problémáját, addig nem fog előrébb jutni, azért neki is tudnia kell, hogy a munkavállaló milyen problémákkal találkozik, és ez az oldal ez azért jó, mert itt egymás mellett van a kettő, és meg lehet nézni. Tehát megpróbálják őket közös nevezőre. Mindenképpen, tehát meg kell találni, mindenkinek ez az érdeke, tehát ez azért jó, mert hát a munkáltatónak is ez az érdeke. Igaz, hogy mondják, hogy nagyon sok olyan munkája van Magyarországon, ahol ki lehet zsigerelni a munkavállalót, mert kirúgják, akkor rögtön van 50 másik a helyére, de azért én azt hiszem, hogy a legtöbb munkáltatónak nem ez a célja. Tehát egy betanított jó munkaerőt nem akar senki se kilúgni. Még egy picit időzünk el ennél a honlapnál, ez hogyan épül fel pontosan? Ez úgy néz ki, hogy van egy oldal, ahol a munkaadóknak vannak a különböző információk, tanácsok, és ugyanígy egy másik, az oldal másik oldala pedig a munkavállalóknak, és komoly szakemberek, munkaügyi központoknak a szakemberei, pszichológusok, munkáltatók, munkavállalók, képviselői vettek részt ennek a kidolgozásában, tehát nyugodtan merem állítani, hogy nagyon komoly szakmai háttérrel, tehát nem az, hogy most ketten leülünk, és akkor megpróbáljuk összeszedni azt, amit fontosnak tartunk, tehát tényleg olyanok, akik ebben aktívan benne vannak, hát ezek a különböző munkaügyi központoknál, ahol találkoznak tényleg azokkal, akik az ilyen helyzet miatt kerülnek mondjuk utcára, meg a munkáltatókkal, ugye, akik hivatalosan, ugye nem mondhatják, de nem hivatalosan ott vannak azok a igények, hogy azért mégis ilyen vagy olyan személyeket nem szeretnénk alkalmazni, mert ez plusz problémákat hoz. Tehát ezeken a helyeken is nagyon jól lecsapódik, pszichológusoknál, akkor maguknál, a munkavállalóknál, munkaadóknál, ugye, tehát ezek minden lehetséges helyről próbáltuk összeszedni azokat az információkat, amik segíthetnek abban, hogy mindenki megtalálja azt, ami őt érdekli, illetve hát fejlesztjük folyamatosan a visszajelzések alapján, és reményeink szerint, hát amikor összegyűlnek olyan kérdések, hogy látjuk, hogy mik azok, amik nagyon hiányoznak onnan, vagy nagyon rosszul válaszolnak, úgy értve, hogy nem igazán olyan módon, ahogy arra az orvosnak szüksége van, akkor azt mi változtatni fogjuk, és szintén a szakemberek bevonásával ezt tovább fejlesztjük. Ugye tavaly adták át először a Családbarát Vállalat díjat. Mi volt az az igény, ami ezt a díjat életre hívta? Ez érdekesen alakult, ugyanilyen címmel indított a minisztérium is egy díjat, a Családbarát munkahely címmel, és fontos, hogy kihangsúlyozom, hogy a kettő nem ugyanaz. Egyáltalán baj, hogy ugyanaz a neve, de a kettő az két különböző díj, tehát a mi díjunk az nem egy olyan fajta pénzdíjas jutalom, mint a minisztériumé, a miénk az dicsőséggel jár, a miénk az arról szól, hogy szeretnénk azt, hogy ahogy mondtam, hogy büszkék legyenek rá a különböző munkáltatók, hogy a Három Király és Három Királylány mozgalomtól elnyerték ezt a díjat, hogy megkapták azt a minősítést. Az igény az, hogy szeretnénk ezt tényleg egy olyan belső igényé tenni a munkavállalóknál, amiért ők tényleg hajlandók tenni, hogy
szívesen menjenek oda a családosok dolgozni, amikor keresem a munkahelyet, hogy hova menjek dolgozni, és akkor mondjuk van két lehetőség, akkor azt választom, ahol látom, hogy igen, ők ezzel is foglalkoznak, hogy ez fontos. Ez azért nagyon sokat elárul a munkaadóról, hogy mennyire foglalkozik tényleg a dolgozóknak a közérzetével. Tehát amikor nem csak azzal, hogy most itt a feladat csináld meg, hanem megnézi azt, hogy hogyan tudom könnyebbé tenni a munkavállaló részére. És ez egy jól felfogott gazdasági érdeke lenne a munkaadónak is, mert ha valaki jól érzi magát volna, akkor sokkal többet tud teljesíteni. Hát ez többször kimutatott eredmény. Szívem lojálisabb lesz, mert hát most ha valahol jól érzem magamat, akkor miért keresnék én egy másik munkahelyet? És az emberek még pénzt is hajlandók áldozni ezért. Tehát egyértelműen kimutatható az is, hogy természetesen van egy alsó jövedelem határ. Egy bizonyos jövedelem fölött sokkal többet ér a munkahely egy munkavállalónak, a munkahelynek a légköre, a lehetőségek, az érzés ott dolgozni, mint az, hogy esetleg valahol 10-20-30, akár 50%-kal többet keres, mert tudja, hogy mellette megszűnik az a jó érzése, ami meg itt megvolt. Tehát ez egy többszörös gazdasági érdek a munkaadóknak is. Erre a díjra milyen típusú cégek, vállalatok regisztráltak? Hát azt, hogy most eddig kik regisztráltak, azt így nem tudom. Három kategóriában osztjuk ki, kis, közép és nagy vállalat kategóriában a díjat, mert ugye hát egészen más eszközé vannak egy nagy vállalatnak, meg egy néhány személyes cégnek arra, hogy családbaráttá váljon. Nagyon sok előnye van egy kis cégnél annak, hogy mivel kevesen vannak, ezért könnyebben tudják a rugalmasságot megvalósítani. Egy nagy vállalat az azért általában a fix szabályok miatt ugye nagyon nehéz ott az egyedi elbírálás. Másrészt, hogy egy kis vállalatot, egy kis céget meg sokkal jobban terhelnek azok a bizonyos gazdasági hátrányok, amik mondjuk esetleg a szabályozókból fakadnak, miket meg azok tartják vissza. Egy nagy vállalatnál egy-két úgymond veszteséges munkavállaló nem igazán változtat feltétlenül az eredményen, tehát ott meg könnyebben tudnak nagyvonalúak lenni. Mindenhol mások a szempontok, tehát ezért nézzük külön ezeket a különböző cégeket. Itt akik megkapták a díjat, azokat már elég régóta ismerjük, és tudjuk, hogy ők elkötelezettek. Tehát igazából az ő részükre az elkötelezettség már eddig is olyan szintű volt, hogy túl nagy pozitív változás nem észlelhetünk, de hát azért, mert már olyan szinten vannak, ahonnan már ez kevésbé látható, tehát nem a nulláról indulnak, nem egy alacsony szintről indulnak. Én azt remélem, hogy azért egyre többen lesznek, akik eddig ezen nem gondolkodtak, és akkor egy alacsony szintről előre lépnek. Tehát eddig is voltak azért nagyon sokan, nagyon sok munkaadó volt és van, akik már most törődnek ezzel, akik már most fontos szempontnak tartják. Hétköznapi szinten ez mit jelent? Kialakítanak egy játszósarkot a gyerekeknek, vagy bemehetnek? Mondok egy példát, az egyik tavalyi nyertesünk az Arkon ZRT, az úgy oldja meg ezt a dolgot, ők működtetik egyébként az ingatlan.com weboldalt, ők úgy oldják meg ezt a dolgot, hogy abban az esetben, ha egy édesanyja nem tudja a gyerekét óvodába vinni, mert mondjuk óvodai szünet van, akkor van egy olyan külön szoba, a játszószoba, számítógéppel, ahova be tudja vinni a gyereket, és ott tud dolgozni mellett a számítógépen, tehát nem kell neki azon szenvedni, hogy most hol találjunk babysittert, a gyerek az valamilyen szinten, hát persze nem fog tudni pont ugyanúgy dolgozni, de azért nem is kell kimaradni a munkából, tehát hogy ezt így meg lehet valósítani, hogy ilyen esetben is munkaképes maradjon az édesanyja, annak ellenére, hogy a gyerekét nem tudta hova elhelyezni. Arról van-e tudomásuk, hogy volt-e olyan eset, hogy egy munkavállaló regisztrált a cég helyett? Vagy ezt a cégek maguk ezt döntik a cégeknek el? Maguknak kell. Belső adatok. A cégeknek, igen, mivel hogy az adatokat, amiket kérünk, azt a cégnek kell azért megadnia. Tehát itt nálunk erre elvileg nincsen lehetőség, bár nem én bonyolítom le, úgyhogy ez megvalom ez a kérdés, egy kicsit úgy elgondolkodt. Tehát mindesetre nem rossz ötlet. Rá fogok kérdezni, hogy erre mennyire van lehetőség, hogy akár egy munkavállaló a cégének a tudta nélkül, amennyiben úgy érzi, hogy ez szükséges. Hát, lehetnek olyan munkavállalók, akik azt gondolják, hogy az ő cégük bizony érdemes erre a címre. Igen, hát azon gondolkodom, hogy mondjuk amikor valami negatív dologról kell, akkor... Tehát amikor valami negatív dologról kell ugye jelentést tenni, akkor érthető, hogy valaki titkolozni akar. Most az, hogy valaki, de hát olyan is lehet, hogy valaki nem akarja, hogy mondjuk azt higgyék, hogy most pedálozik, vagy hasonló. Tehát végülis tényleg lehet erre szükség, megvalom ez bennem így személyesen, eddig még nem merült fel, és ez nagyon érdekes felvetés. Utána kérdezek majd, hogy erre van-e lehetőség. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget.
a 12. kerületi családsegítő és gyermekjóléti központ 1991 óta segíti a problémával küzdő vagy bajba jutott családokat. A következő percekben megmutatjuk, hogy pontosan kiknek és miben segítenek. Adósságkezelés, álláskeresés vagy jogi tanácsadás. A 12. kerületi családsegítő és gyermekjóléti központ egyre több területen vállalja, hogy segít azoknak, akik az életük valamely területén problémával küzdenek. Az intézmény 1991-ben jött létre, az ellátandó feladatok köre pedig folyamatosan bővül. Iring Zoltán, a központ vezetője azt mondja, igyekeznek minél komplexebb szolgáltatást nyújtani. A családsegítő szolgáltatás az egy olyan szolgáltatás, ami a szociális törvényben van megfogalmazva, illetve szabályozva, és ez tulajdonképpen az egész országra kiterjedő hálózatban történik ennek a megvalósítása. És maga a családsegítés, mint szolgáltatás, hát a nevében elég benne van, hogy mit jelent. Tehát, hogy úgy gondolkodik az emberek társadalomban való részvételéről, hogy az egyén biztonságát, az egyén életben maradási képességét legjobban úgy tudjuk megerősíteni, hogyha a körülötte levő szociális közeget segítjük meg, és azt erősítjük meg. Tehát, hogy olyan közösségek jönnek létre, amelyek támogatják a tagjaikat és gondoskodnak róla. Nyilván a leginkább azokról az emberekről, illetve közösségekről van szó, akik egyébként kiszolgáltatottabbak vagy védtelenebbek lennének a társadalomban, hiszen számukra nagyobb segítségre van szükség. De hogy, tehát, hogy maga a családsegítés filozófiájában a lényeg nem az, hogy egyes embereket próbálunk megsegíteni, hanem összetartozó közösségeket próbálunk minél életképesség sebbé tenni, úgy, hogy ezek a közösségek az egyéni tagokat támogassák meg egymást tulajdonképpen. És hát nyilvánvaló ez is, hogy ez a legtermészetesebb ilyen egymást támogató közösség az a család. Persze vannak más ilyen típus közösségek, munkai közösségek, iskolai közösségek, sokféle ilyen közösség van az emberek életében, de ami magától értetődő és természetes módon valamelyest felelősséget vállal egymásért, ilyen típusú közösség az a család. És akkor a családsegítő szolgáltatás az ezen a filozófián alapszik, és azt gondolja, hogy ha a családok megsegíthetők, akkor a családban élő családtagok is hát védettebbek, nagyobb biztonságban lesznek. Egyrészt adódnak időnként egzisztenciális problémák, tehát hogy családok el tudnak szegényedni, vagy ha nem is rögtön elszegényednek, de elindul egy olyan spirál, ami az elszegényedés irányába vezet. A családok úgy érzik, hogy nem tudnak beilleszkedni mondjuk a többségi társadalomban. A családoknál elakadás következhet be az együttműködési problémák miatt, tehát hogy folytonos konfliktusok vannak, gyermeknevelési problémák vannak, házastársi konfliktusok vannak, amik nem jutnak semmi módon sem nyugvópontra. Általánosságban mondva a problémák mindig abból fakadnak, hogy van valamiféle kihívás, vagy azért, mert a külső környezet, a családon kívüli környezet támaszt bizonyos elvárásokat a családdal szemben, vagy olyan típusú kihívás, ami a család életének szakaszaiból származik, tehát hogy a családoknak az időben, ahogy egyre tovább és tovább tart a családi együttélés, újabb és újabb szakaszokon kell valahogy túllépni, újabb és újabb változásokat kell tudnia meglépni. Tehát, hogy vagy innen, vagy onnan származó kihívásoknak nem tud megfelelni, nem képes úgy változni a család, ahogyan a kihívások, a belső vagy külső kihívások ezt igényelnék. De hogy ezek, mondom, a gyakorlatban egzisztenciális problémákból fakadnak, együttélési problémákból fakadnak, és általában a külső közeghez való viszonyulásból fakadnak. A családsegítőben mindig az adott problémához rendelnek hozzá speciális szolgáltatásokat és szakembereket. Egyik ilyen lehet a már említett eladósodás. Az ehhez tartozó speciális szolgáltatás azt az adósságkezelés néven ismert szolgáltatás, ez nem így. Megint csak nem csak a 12. kerületi sajátossága, hanem adósságkezelési szolgáltatást majd minden településen, kerületben megvalósítanak az önkormányzatok, és általában a családsegítőn keresztül. Mi itt úgy valósítjuk meg az adósságkezelést, hogy nagyon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy az adósságkezelés ne kizárólag egy pénzbeli támogatási forma legyen csak,
hanem társuljon hozzá egy családgondozói folyamat is, aminek az lenne a jelentősége, hogy nem pusztán arról szól az adósságkezelés, hogy egy néhány hónapos, vagy mondjuk egy éves folyamatban a család bizonyos adósságait rendezi egy külső anyagi támogatás segítségével, hanem legyen ebben az időben egy tanulási folyamata is a családnak. Tehát, hogy az, hogy hogyan kezelik a pénzt, hogyan találnak pénzkeresési lehetőségeket, hogy tudnak állásokat találni, hogy tudnak lemondani azokról az irreális elvárásokról, hogy milyen munkákat keresnek, és mi a realitás, hogy milyen munkát tudnak találni valóságban maguknak, szóval ennek a belátása. Tehát mindenféle területen egyfajta tanulási folyamatot ton kell végigmennie a családnak a családgondozói folyamat mentén, hogy megelőzzük azt, illetve a család megelőzhesse azt, hogy egy újabb ilyen adósságspirálba kerülhessen bele. Vagyis nem csak az aktuális válságból segítenek kilábalni, de a családokat a pénzzel való gazdálkodásra is megtanítják. Az adósságkezelési szolgáltatáshoz egyébként egy álláskereső klub is hozzátartozik. Az álláskereső klub az egy olyan szolgáltatás, ami azoknak a kerületi lakosoknak van meghirdetve, akiknek nincs állásuk, és egyelőre nem is nagyon látják, hogy honnan lehetne. Tehát elég komolyan elakadtak ezen a téren. Léteznek úgynevezett munkaügyi központok, területileg illetékes munkaügyi központok, és nagyon sok esetben az ő funkciójukhoz is hozzátartozna valami ilyesmi, de mi azt tapasztaljuk, hogy a munkaügyi központok olyannyira leterheltek ezek a területileg illetékes munkaügyi központok, hogy igazán valódi személyes álláskeresési tanácsadást nem tudnak biztosítani, nincs rá kapacitásuk. És akkor mi itt elsősorban azokat az embereket próbáljuk összegyűjteni, akiknek viszont meg szüksége lenne egy ilyen személyes álláskeresési tanácsadásra. Tehát, hogy nem csak néhány alkalommal egy ilyen tréningszerű részvételre, hanem annál egy picit többre, személyes konzultációra, olyan kollégával, aki ebben járatos, hogy hogyan lehet állást keresni, kiket érdemes felhívni, aki elbeszélget vele arról, hogy az ő képességei, végzettségei, egyebei alapján milyen állásokra érdemes jelentkezni, hogyan beszélgessen egy telefon interjú kapcsán, hogyan írjon egy önéletrajzot. Szóval egy jó pár ilyen rendkívül gyakorlati tanácsot tud adni. És sok esetben, ugye, hogyha ezen túljutunk, akkor általában van maga az álláskeresés, és erre biztosítunk infrastruktúrát. Tehát, hogy itt internetes elérhetőség, internet használati lehetőség van, telefon használati lehetőség van, és a különféle álláshirdetésekre itt lehet jelentkezni úgy, hogy az illetőnek ez nem terheli meg a pénztárcáját, mert időnként nem, tehát nincs annyi pénze, hogy mondjuk kifizessen ilyesfajtájú dolgokat. És akkor ezen kívül, ami még ez az álláskereső klubhoz hozzátartozik, hogy azok az emberek ide járnak, azok nagyon hasonló cipőben vannak. Szóval, hogy sokszor ez, hogy nincs állás, nincs munka, nem tudok elhelyezkedni, ez egy nagyon szégyelni való dologgá is tud válni valakinek az életében, nehezen vállalható, és az emberek inkább kerülik a többieket, vagy nem mernek ilyesmiről beszélni, vagy eltitkolják, hogy mi a helyzet. És akkor ez meg ilyen szempontból egy biztonságos környezet, mert itt olyanok vannak, akik hasonló problémával vannak, itt lehet őszintének lenni, lehet elmondani, hogy milyen elakadások vannak. Azt mondhatnám, hogy egy ilyen önsegítő csoporttá tud ez válni, egymást támogató emberek közösségévé. A család segítője a fővárosban szinte egyedülálló módon családterápiás vagy párkapcsolati szolgáltatást is nyújt. Sok esetben az, hogy egy fiatal pár el tud-e köteleződni egymás mellett. Tehát, hogy mondjuk abból a fázisból, hogy járunk egymással, lesz-e együttélés. Vagy mondjuk abból a fázisból, hogy együtt élünk egymással, de valóban össze akarunk-e házasodni, vagy valóban akarunk-e gyermeket vállalni. Tehát, hogy megtesszük azt a lépést, hogy ez az együttélés egy hosszabb távú elköteleződésé váljon. Hogy e területen időnként a fiatalok nagyon el tudnak akadni. Nagyon komoly szorongások vannak,
nagyon komoly meg nem értések alakulnak ki egymással, és sok esetben ez olyan szintig tud fajulni, hogy maga a kapcsolat is megkérdeződik, hogy ezt érdemes-e továbbvinni vagy sem. És akkor ilyenkor vannak ilyen fiatal párok, akik megkeresnek minket, és azt választják, szerintem nagyon intelligensen egyébként, hogy nem engedik automatikusan a kapcsolatot széttörni vagy elválni, hanem próbálnak lépéseket tenni annak érdekében, hogy ezeket a lépéseket, mármint az elköteleződés irányába történő lépéseket meg tudják tenni, hogy megértsék, hogy miben kellene változtatni egyénileg vagy a kapcsolat szintjén ahhoz, hogy ők biztonsággal tovább tudjanak lépni az együttélés szakaszából a gyermeket vállaló szakaszba. Ilyen típusú felkérések vannak, és ebben próbálunk, meg szerintem sokszor tudunk is segíteni. Iring Zoltán azt mondja, egyre több embernek segítséget kérni, ha elakadással küzdenek. Nem csak a kerületen belül, még kerületen kívülről is időnként keresnek meg minket, hogy elküldhetnek-e olyan klienseket, akik ilyen problémával küzdködnek. Tehát, hogy ez egy nagyon jó hírű szolgáltatás lett, és azt gondolom, hogy erre bátran mondhatjuk, hogy ebben nagy bizalom van az intézmény felé. Én abban reménykedem, hogy igen, egyébként a kérdésére a válasz, tehát, hogy valóban bíznak bennünk a társintézmények is, meg a hozzánk forduló kliensek is. Annak idején csináltunk, talán a múlt év előtti évben, meg a múlt év első felében egy ilyen önkitöltős kérdőíven keresztül próbáltunk megtudni a klienseinknek a véleményét, hogy mennyire elégedettek a szolgáltatásainkkal, és annak nagyon kecsegtető eredménye lett. Ha csak a családsegítő szolgáltatást vesszük, és a többi intézmény többi szolgáltatását nem, akkor olyan 5 és 600 között van azoknak a családoknak a száma, akikkel kapcsolatunk van, ilyen vagy olyan formában. A családsegítő magas minőségű szolgáltatásaihoz magasan képzett szakemberek is társultak. Pszichológusok, szociális munkások dolgoznak azon, hogy a hozzájuk forduló gondjai minél rövidebb idő alatt megoldódjanak. Ahogyan a szolgáltatásnak is van ez a specialitása, hogy a család és párkapcsolati terápiára nagy hangsúlyt helyezünk, ez az intézményi dolgozóknak az összetételében is megnyilvánul. Alapvetően a családsegítő szolgáltatásban szociális munkás végzettségű kollégák vesznek részt, és hangsúlyosan egyébként itt is így van, hogy elsősorban családsegítőben szociális munkások dolgoznak, de ehhez a szolgáltatáshoz társul egy úgynevezett mentálhigiénés csoport, ahol viszont pszichológus kollégáink dolgoznak, illetve a vezetője ennek a csoportnak egy pszichiáter kollega. És míg ez mondjuk egy szokványos családsegítőben úgy van, hogy van, tudom én, 6-8 családgondozó és hozzátársul egy pszichológus, itt inkább úgy van, hogy az 5 családsegítőhöz társul 4 pszichológus. Tehát, hogy nagyon kiegyenlítetten vannak ők együtt, és egy ilyen jófajta együttműködésben teszik össze a pszichológusi szemléletmódot, meg a szociális munkás szemléletmódot egymással. Ez egy, szerintem egy nagyon gyümölcsöző együttműködést eredményez. De most a bekerülés az nem könnyű. Ennek egyszerűen az az oka, hogy ez egy olyan intézmény, ahol úgy félhetőleg jól érzik magukat az emberek, szóval nem annyira szeretnek, hogy nem elmenni. És a családsegítő csoportra ez egyébként különösen igaz, tehát nincs fluktuáció, nagyon-nagyon-nagyon kicsiny a fluktuáció, és a pszichológusok között is ezt bátran mondhatom. Iring Zoltán azt tanácsolja, ha valaki problémával küzd, ne habozzon segítséget kérni. Minőségi idővel legközelebb 2 hét múlva, ugyanígy kedden este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra!